témánk a 2016-os férfi ruhatrend Pusztai Olivérrel. Szervusz, hello, szia! Na, szóval mik lesznek idén az olyan dolgok, amik tavaly is megvoltak? Hiszen ugye nem mindenki frissíti a ruhatárát, na de most divatosan öltözhet akkor, hogyha megnézi ezt a beszélgetést. Abszolút, így van. Nagyon sok olyan trend marad, illetve nagyon picikét fog változni, ami tavaly 2 évvel vagy akár 3 évvel ezelőtt is már volt. Kiemelném mindenképpen a virágmintát. A virágminta az marad, úgyhogy nyugodtan lehet hordani. Arra kell majd nagyon-nagyon figyelnünk, hogy a virágminták azok egyre kisebbek és kisebbek, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt a nagy Hawaii mintás virágok, meg a levelek voltak, azok most így eltűnnek, és egyre kisebbek és kisebbek lesznek a minták. Nagyon sok fotón azt láttam, hogy ezek a csipkék, tényleg csak ezt láttam, így ruhákban feltűnve. Ez ugye már a nőknél is tavaly, meg tavaly előtt azért így bejött, most meg már a férfiakra is át fog menni? Abszolút, hát azért a 14.-15. században a csipke az nagyon nagy divat volt a férfiaknál, és aztán ez egyértető oknál fogva ez eltűnt. Na hát most ugye csak csipkék, nem is tudom, hogy ez mi ez a ruha. Ezen én is meglepődtem, tehát amikor egy nyakig láb csipke ruhát kell elképzelni férfin, akkor nekem is megakadt a szemem. Én biztos, hogy nem fogom fölvenni. Minden esetre ez egy trend, tehát azért nyilván ez mutat valamit, tehát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor február 1-től mindenki csipkében kell, hogy járjon a Erzsébet körúton, szó sincs róla, de ez már mutat valamit, tehát ez én azt gondolom, hogy ez csak valaminek a kezdete. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz belőle. Meg hát ugye nagyon fontos azt hangsúlyozni, és mindig minden beszélgetésnél hangsúlyozunk, hogy ezek ilyen kisarkított, túlzó dolgok, amiket látunk. Abszolút, a divatban. Pontosan ezeket a trendeket, illetve a nagy tavaszi, nyári, őszi-téli trendeket, ezeket úgy kell elképzelni, mint ahogy az autókiállítás is van. Tehát látunk ott futurisztikus autókat, az nem jelenti azt, hogy jövőre azok fognak járni a Rákóczi úton. Lesznek olyan elemek, amiket 3-4 év múlva át fog venni az autóipar, és valamilyen leképezése majd megjelenik az utcákon, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy például az, hogy február végén már mindenki mondjuk csipkeinkben fog járni. Viszont mi beszélgettünk ugye adás előtt, és mondtad, hogy visszajön egy kicsit a 90-es évek stílusa, vagyis ez a kinőtt cuccos téma. Így van. Hát 3 olyan nagyon erős retro dolog lesz idén, amit mindenképpen érdemes hordani, vagy legalábbis érdemes elgondolkodni rajta, az a 90-es évek és a 70-es évek, illetve még mindig a farmer. A farmer már 70 éve itt van a divatban, minden évben megerősödik, úgyhogy a farmert farmerrel tök jó, hogyha hordjuk. A 70-es években pontosképpen lehet látni ezek a nagyon-nagyon bő szárú nadrágok. Tehát amit apukák hordtak, illetve a mi szüleink hordtak, azok tök jók, fel kell csapni szépen a szekrényt, meg kell nézni, hogy apunál még mi maradt meg, ami még jó, és azt nyugodtan fel tudjuk venni. Nyilván most itt sarkítod. Ezért nem is érdemes azért így kidobálni a cuccokat. Egyébként nem, tényleg. Tehát pont ezért nevettem, hogy újra visszajön ez a 7 centi vastag Buffalo cipő. Jézusom, ne! De ezt Londonban és Németországban újra elkezdték hordani, sőt, még a unokahúgom is most szerzett be egyet, és nem hittem el, amikor megláttam a lábán. A nőknél még oké, de azért a férfiaknál még csak nem. Figyelj, szerintem miért ne? Tehát, hogy ha retro, akkor vállaljuk be. És ugye ez is 90-es évek, és akkor vissza tudunk térni így a 90-es évekre. Tehát ez az igazi boyband feeling, amikor úgy érezzük, hogy 4 számmal nagyobb rajtunk az ing, akkor az teljesen rendben van. A kockás flaneling is nagyon nagy divat lesz idén. Az ilyen nagy lustakötésű pulóverek, amik úgy néz ki, mintha már nagyon-nagyon kilettek volna már nyúlva rajtunk, ezeket nyugodtan felvehetjük. Tehát minden, ami 90-es évek, azok most nagyon-nagyon vissza fognak jönni. Kicsit Backstreet Boysra veszünk. Így van. Nagyon jó. Na hát, Olivér, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.